Június végén érkezik városunkba az a 15 nemzetközi szakemberből álló zsűri, akik az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén arany, ezüst és bronz fokozatot osztanak ki a résztvevők között. Ennek kapcsán lakossági fórumot tartott Lobic Ákos és Muráncsik László, ahol azokat a terveket ismertették, amelyek a városközpontban található zöld területet érintik. A versenyen nagy jelentőséggel bír az is, hogy mekkora a civil aktivitás, a környezettudatosság, a tisztaság és a területek gondozása. A parkosítás során több ezer új növényt ültetnek majd el, amelynek ötlete a külföldi példákon átjutott el a megvalósítókhoz. Mikor az ember elmegy kiállításra vagy más ország kertkultúráját nézi, tekinti meg, vagy hangsúlyozottan erre koncentrál, tehát mi ebből szoktuk meríteni az ötleteinket, és így hárman összedobtuk, ami mindenkinek a tarsójába volt, és ebből született meg ez a park, ami megvalósításában mindenképpen egyedi ötleteket tartalmaz, és mindenképpen azt kell mondjam, hogy újszerű kertésztechnikai dolgokat is fog mutatni. Most még elhanyagolt kopár terület található a Flash központ, a rendőrség és az irodaház épülete között. Hamarosan azonban megtelik élettel ez a rész is, hiszen a tervek szerint késő őszig virágzó növényekkel, változatos virágokkal, fákkal fogják beültetni ezt a részt. Különlegességként egy közösségi fűszerkertet is létrehoznának, ahol több ezer fűszernövény közül válogathatnának a lakosok Magyarországon elsőként. A körzet képviselője szerint a városközpontban élők örülnek a parkosításnak. Nagyon fontos, már csak azért is, hiszen ez a város közepe, a város egyharmada itt él panelokba a város központjába, és hát nagyon elhanyagolt ez a terület most már. Elavultak azok a növények, kiöregedtek, amik annak idején beültetésre kerültek, és hát én korábban is szorgalmaztam már az elmúlt 10 évben, mióta képviselő vagyok, hogy a zöld területek a körzetemben lehetőleg újuljanak meg. Az Erkel utcában ennek már nyomai is vannak, és hát most ez lenne a következő lépcső, ami megvalósulna. És hát ugye ez nem csak a körzet, hanem az egész városnak egy színfoltja lesz majd. Az önkormányzat a parkosításra 12 millió forintot különített el. Az előzetes adatok alapján összesen 17-18 millió forint lesz a költsége az újításnak. A fennmaradó összeget a Dzsungelország Kft. Finanszírozza. A cég több közterületet is megújított az elmúlt 5 évben.